kipakolni volna 400-os énekel, ő megváltott, ha ő még itt 400-os énekel. Yeah.
405-ös énekünk, ő megváltott az Úr, ősies 405. Bocsánat, akkor a mellettől. 404-es, ő az életvizéhez. Megelégítesz bennünket, szomjúságunkat, lelki szomjúságunkat lecsillapítod. Köszönjük, jó Istenünk, hogy Te foglalkozol velünk, ma este is jössz, mutatod az élővíz forrását, hívsz bennünket oda, Uram, hogy jöjjünk és merítsünk. Imádkozunk, Istenünk, hogy áld meg számunkra ezt az estét. Kérünk, Istenünk, hogy munkálkodj mindjárt a szívében és a lelkében. Adj, Uram, nekünk vágyat Te utánad. Adj, Uram, hogy keressünk Téged, szomjúhozzunk Téged. És kérünk, Istenünk, hogy igéd által, lelked által mutasd meg, hogy mit kell tenni, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és fogadjuk el a Te ajándékodat. És legyünk nyitottak arra, Uram, hogy megáldjál, hogy megbocsássál bennünket. Hallgass meg, Uram, és így cselekedjél mindjárt életében a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Királyok második könyve 5. részének az első versétől, a 19. versnek az első mondatáig terjedő, jól ismert történetet olvasom. Királyok második könyve 5. részének, tehát az első versétől a 19. versnek az első mondatáig. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélbokros lett.
Egyszer kivonult néhány arám rablócsapat és foglyul elnyomtak Izrael országából egy kis leányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya, és így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélbokosságából. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpokosságából a szolgámat Naamán, amit hozzám küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpokosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürget keres ellene. Amikor Elizeus Isten embere meghallotta, hogy az Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izrael. Ezért Naamán elment lóvaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7 a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll és segítségül hívja Istenének az Úrnak nevét, azután végighúzza kezét a beteghelyen, és kigyógyít a bélpokosságunkból. Hát nem többet érnek a Damaszkus folyói, az Abánál és a Parpal Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan távozott. Szolgái azokban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyobb dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7 a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. Bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izrael. Most azért fogadj el ajándékot a te szolgálatot. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár úgy szóltam, hogy fogadj el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé a te szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és ha az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Az, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő így felelt neki. Menj el békével. Amen. Amen. Imádkozzunk testvéreim, Halász Ferenc testvért kérjük, hogy vezessen hangosan imádban. Köszönjük, jó Istenünk, hogy ezen az estelen valamennyien gyermekeid, megváltottaid és teremtményeid itt lehetünk a legjobb helyen. Köszönjük, hogy ennek az evangéliumzálásnak az a célja, üzenete, hogy megértse mindenki, hogy nem személyi válogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli, aki hozzájön, aki előtte leborul. Köszönjük ezt az ígét is, amely olyan sokat mond számunkra évtizedeken keresztül, hogy hogyan lehet megtisztulni, miért kell engedelmeskedni, hogyan kell megalászkodni te előtted, jó Istenünk, és mindenben szót fogadni azért, hogy megváltozzon a mi életünk. Ezen az estelen úgy szeretném, ha az én életem is, a mindannyiunk élete megváltozna, és ha megtisztulna teljesen, hogy olyan legyen, mint a kisgyermek teste, de olyan legyen fehér, mint ahol az Úr Jézus Krisztus vérében, megtisztulva, megmosódva, kérünk, jó Istenünk, ezt az estét áld meg gazdagon, a felolvasott ígér, szolgálat a te kezedben, hogy a léleknek erejével tudjon szólni úgy, mint Elizeus is szól,
hogy az ő szava, az ő beszéde mindannyiunkra hasson, hozzon változást, hozzon szabadulást, hozzon örömet, és adjad Uram, hogy ennek az evangelizálásnak a végén valóban mindannyian tudjunk elmenni békességgel. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, és kérlek. Nagy szeretettel üdvözlünk, köszönjük szeretettel mindenkit. Jól tettük, hogy eljöttünk Isten házába. Köszöntjük azokat, akik innen a faluból, helyből megérkeztek, vagy más helyiségekből, Tárkányból, Belényesből, Remetéről, Fenesről, meg lehet más helyről is igét hallgatni, hogy Jóisten tegyen bennünket készé, nyitottá arra, hogy elfogadjuk Isten igét, Isten beszélni. Amen. Köszöntöm szeretettel kis Zoltán lelkipásztor testvét, aki a diószegi gyülekezetnek és körzetnek a lelkipásztor. Örülünk, hogy testvérünk eljöhetett, imádkozunk, hogy az Úr használja rá Isten közöttünk. Köszöntjük szeretettel a fenesi vegyes kórust is, örülünk, hogy eljöttek ma este énekelni, szolgálni. Kérjük az ő szolgálatukat és az énekek között egy költeményben, bizonsággal is, amivel a testvérek készítünk. Kérjük tehát szeretettel az éneket és utána a költeményt. Úgy akarták, hogy ne szolgáljak, de hát
az Úr a reggel a szívembe helyezte, ahogy kinyitottam a telefont, mert hát van egy együtt Istennel, egy olyan Hajnal Orbán, aki mindig minden reggel felteszi ilyen bizonyságtevéseket, és ez az ige, ami pont nekem szól, vagy én értem, lett a mai nap, hagyd az Úrra a te életedet, sorsod, biztonságban vagy, nincs félnivalód. Az Úr a te Istened most is dolgozik minden ügyetben. Zsoltárok 37.5. És egy vers fogalmazódott meg bennem, amit még addig olvastam, hogy megkérdezem, hogy ki néked Jézus? Az egyiknek drága megváltója, a másiknak a legjobb barátja, a harmadiknak kedves orvosa, a negyediknek meg bálványa. Akinek drága megváltója, annak az élete is bizonyítja. Akinek legjobb barátja, az beavatja minden dolgába, problémáját megoszta vele, tanácsot kér minden nap tőle. Akinek kedves orvosa, az lélekben meg van gyógyulva. Akinek Jézus a bálványa, az elhelyezte a templomba, az imaházba. Úgy vasárnaponként felkeresi, megszokott imáját elmondja neki. Aztán megy tovább újra, bálvány Jézusát a templomba hagyja. Nem viszi ki a mindennapi életbe, titkaiba nem avatja bele. Sokaknak kis Jézuska marad, mind örökre. A szegénységbe született karácsonyi gyermek. Annyira kicsin Jézus az életébe, nincs az életébe semmi tekintélye. De van, akinek egyáltalán semmije, nem is törődik soha vele, nem gondol a lelke üdvére, csak ez a földi élet a mindene. Akinek megváltója, barátja, orvosa, amanapon lesz majd igaz pártfogója. Jézus ott van szüntelen velünk. Vállalja a kezességet értünk. Ragaszkodjunk hozzá, legyünk gyermekei, szolgáljunk hűséggel minden nap neki. Ki néked Jézus, drága lélek? Nekem Jézus az élet. Amen. Amen. Hát tudjuk ezt elmondani mindnyájan, hogy nekem az Úr Jézus az élet. Kérjük tovább a szélek a szolgálatát, és utána végig költeni. Amen.
Láttam a testvérnőket, mert nekik jobban illik a költemény. De nekem is van egyet az Úr a szívemre helyezett, és elmondom. Megtaláltam. Úgy vágyott a szívem valami után hinni, remélni, meggyőződni. Van-e hát élet a sír után? Hiszen olyan szép, olyan jó minden ide lent. És vajon mégis egyszer el kell menni innen? Azután kerestem, kutattam, terveztem, álmodtam, csalódtam. Választ kerestem fűben, fában, emberben, állatban, halban, madárban, picinke féregben, erős oroszlánban, öntelben, lenézetben, szegényben, skazdakban. Erdőben, mezőben, völgyön, bércen, kopasz sziklákon s virágos réten. Választ akar, választ a szívem. Feleljetek, vajon egyszer tényleg el kell menni innen? Emberek mondják, mi meghalunk. A többi élőlények mi is elmúlunk. Fák mondják, mi is kivágatunk, a kalásztenger, mi is leharadunk. Nézem a holdat, elapad. A félő csillagot leszalad. A nyarat váltja a tél. Itt minden, minden az elmúlásról beszél. Hát érdemes volt megszületni, szenvedni, küzdeni, dolgozni, hiszen egyszer úgyis meghalunk, és aztán mindent, de mindent itt hagyunk. Keresve képzeletem szárból tova, elém tűnt egy hegy, a neve Golgota. Egyszerű hely, három kereszt rajta, a középsőt drága véláztatja. Fölötte dicsfény ragyogott, s rajta függő, értem, érted imádkozott. Fáradtam, terhelve ide érkeztem, bűneimet itt leraktam, s megpihentem. Itt találtam életem célját, örök üdvöm, lelkemnek drága megváltóját. Így nem bánkódom már születésem felett, és nem is rettegem a közelgő halált. Nem céltalan tovább az életem, Jézusban a lelkem üdvösségre talált. Amen. Amen. Kérjük az énekkel szolgálatát még, az ének után pedig az igehirdetés következik. Költeménnyel is kapcsolatos ez az énekünk, minden egyszer véget ér. Még az egészségünk is, a jólét is, de a rossz lét is, a betegség is véget ér itt a Földön. A nagy kérdés pedig az, hogy készen állsz-e már? Ezt fogjuk feltenni énekben.
köszöntöm a jelenlevőket, olyan jó látni, vannak ismerős arcok, kicsit nagyobb a biztonság érzetem, felettetek vagyok itt, jobban szeretnék azon a szinten, hogy eszembe jutnak a Szaládi öreg otthonban levő szolgálatok, hogy megkértem az időseket, hogy engedjék meg, amikor nekik beszélek, hogy üljek én is, mint ők. És olyan jól esik családiasan, úgyhogy hozom a diószegi gyülekezet köszöntéseit a testvérek részére. Évi köszöntő igénk, vezérigénk a Timóteushoz írott második levél első részének a 11. jól ismert igeverse. Azt mondja, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Kívánom ezt az ismerősöknek is, és azoknak is, akiket nem ismered, de az Úr mindegyikünket nagyon jól ismer. Örülök, hogy Sanyi testvérrel találkozunk, János testvére, Erzsikével, régi, aztán Halász testvérrel, aztán azokkal a fiatalokkal, akikkel voltunk néhány éve táborozni, aztán kiket is nem akarok senkit kihagyni, aztán látok itt még ismerős Pestercéből talán, vagy honnan, vagy Székelyföldön. Már remetél, most már legyen meg az Úr. Igen. Gondolom, testvérem, hogy a jelenlevő közül szinte senki nincs, aki ne hallotta volna a tanulmány gyógyulásának a történetét. Jól ismerjük, sok lehet jobbnál jobb igehirdetéseket hallottunk már róla. Lehet, hogy szólt is az Úr általa már hozzánk, valamit mondott Isten nekünk, és én hiszem meg vagyok győződve, hogy ma este is akaratul fel akarja frissíteni, meg akarja eleveníteni bennünk azokat a dolgokat, azokat az igény igazságokat, azokkal szembeni engedelmességet, amiről ez a történet beszél. A Lukács evangélium 4. részében, amikor az Úr Jézus Názáretben a saját városában otthon volt, és egyik alkalommal bement a zsinagógába, és a kezébe adták az Ésaiás tekercsét is, amit felolvasott, és amikor letette, akkor azt mondja az ige, hogy elmondja, kötekedtek ott, hogy ki ez, hogy beszél ez így, és elmondja az Úr Jézus, hogy sok bélpoklos volt többek között. Sok bélpoklos volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de azok közül egy sem gyógyult meg, csak a Síriából való az Arám nemzetiségű származású Naám. És az annyira felháborította őket, mert ők úgy gondolták, hogy hát Isten az ő Istenük csak. És nem tudták elfogadni Isten szuveranitását, hogy Isten azt fogad magáévá azzal közszövetséget, akivel éppen ő akar, és itt ők féltékenyek voltak arra, és kisajátították maguknak az üdvösséget, meg a mesiást, és nagyon kell vigyázzunk, hogy nemhogy hasonlóképpen gondolkozzunk. Nagy veszély ez. Úgy gondolok, hogy csak mi. Baptisták, csak mi hívők, vagy csak így és úgy. Mindenképpen testvérem az igétől se jobbra, se balra nem térhetünk el. Annyira irritálta a zsidó népnek a vezetőit, hogy le akarták taszítani arról a hegyről, aminek a völgyében Názáret városa volt felépítve. És ez a történet komoly üzenetet tartalmaz mindig azok számára, akik hallgatják, és bevezetőben hadd említsek meg két ilyen üzenetet. Az egyik az, hogy a külső, a ruha, a látszat olykor utálatos dolgokat takarhat. Amit lehet is takargatni egy darabig. De előbb-utóbb annyira súlyossá válik, hogy nem fog lehet. Egy másik üzenet, amire majd szeretnék ki is térni, hogy Isten gyermekei közül soha senki nem kerül nehéz helyzetbe véletlenül. Soha nincsenek véletlenek. Azt mondja Róma 8.28, tudjuk bizonyára mindenhez. Akik Isten szeretik, azoknak minden egyaránt a javukra van. Még a nehézségek is. Bár nem szeretem, jaj, de mehetek olyan. Nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, azt mondja az igény, de később, de utóbb, drága gyümölcsöket, értékes dolgokat hagy maga után. Tehát célja van Istennek ma este azzal, hogy itt vagy, nem a véletlen műve, hogy pont ilyen helyzetben, amiben a mai napon, vagy az elmúlt időkben kerültél, hogy szólít meg Isten ezek által, az igék által. Én nem tudom, ki milyen helyzetben van,
olykor még a magaméval sem tudok megbírni, de Isten tud, és minden élethelyzetre választ ad, kimenekedést ad, megoldást próbál adni azok számára, akik őnála keresik, akik reménykednek abban, hogy ő segíthet rajta. Na most szeretném azt, hogyha megosztatnám veletek ma este, hogy Naamán története, gyógyulása miről beszél nekünk? Miről szól ma este azokat, akik eljöttünk? Legelőször is beszél az ember szívének a titkos vágyáról. Minden ember szeretne sikeres, szeretne áldott lenni, ugye? Olyan szép, amikor kiteszünk a férfiakra, hogy áldottak vagytok. Olyan jól esik, amikor így reagálnak rá is. Hogy áldjon meg titeket az Úr, amikor áldást kívánunk, ugye? És vágyunk az áldásokra. Szeretnénk jó szerencsések lenni, pedig ennek van előzménye. A Józsué könyve első részének a 8. versében az, hogy el ne távozzék-e törvények könyve a te számtól. Gondolkodjál arról éjjel és nappal, mert akkor leszel jó szerencsés, sikeres vagy áldott, és akkor fog boldogulni. Tehát van feltétele. Ragaszkodni az ígéhez, gondolkodni, elmélkedni azon álmatlan éjszakában is. Vagy épp a Zsoltárok könyve első részéből azt mondja, hogy olyan, mint a folyó mellé ültetett fa. Köszönöm, minden dolgában jó szerencsés lesz. Minden dolgában áldott és sikeres lesz, hogyha közel lesz a forráshoz, ahonnan kaphat drága mennyei, mondjam úgy, vitaminokra, táplálékot a lelke számára. Naamán is egy sikeres ember szeretett, egy áldott ember szeretett volna lenni, de ami nem ad ugyanakkor igazi örömöt, hogyha mi emberleg próbáljuk ezt megkeresni. Nem tesz senkit sem boldoggá. Szívében érezte, hogy többre van szüksége. Visszaemlékszek, még a margitai szerszámgétjában dolgoztam, és sokat hol Váradra, hol Szücsávára kellett menni a delegációban, amikor a minőség ellenőrzésnél dolgoztam, és egyik alkalommal beszélgettem egy kedves, idős házaspárral, nagyegyházak voltak a tagjai. Persze, mikor felültem hosszú út, tehát Szücsávától Nagyváradig hosszan lehetett, vettem a Bibliát, olvasgattam, beülnek, és sugnak össze a bácsi meg a nénike, és egyszer azt mondja, ne tessék, hanem a hívő tetszik lenni, mondom, igen. Azt mondja, láttuk magáról, magyarul beszéltek, és beszélgettünk örök életről, mennyországról, Jézusról, üdvösségről, azt mondja, tetszik tudni. Mindig tudtam, hogy az egyházon túl, a vallásoságon túl van valami több. Van valami több. Azon felül, amit a vallásoság tud nyújtani, vagy igyekszik nyújtani, adni az embereknek. Naamánban is valószínű felmerült ez, hogy van több annál, mint amire az én lelkem vágyik. Ami igazán boldogán teheti az embert. Aztán megbecsülés az, a nagyra becsült ember volt az Arám király előtt. Tudjátok, az emberi megbecsülés nem elég. Jól esik, amikor megbecsültként kezelnek az emberek. De azt mondja, igen, aki nekem szolgál, az majd ki fogja megbecsülni? Az Atya, az én Atyám meg fogja becsülni. És erre vágyik az ember lelke. A tiéd is, nem csak az enyém. Minden embernek a lelkében van egy Isten formájú űr, amit ő tud egyedül csak betölteni. Amit szoktunk olvasni, őknek hallani is erről. Aztán beszél ez a tölten, ez az Isten népe között levő két táborról. Ezért nem leszek népszerű, hogyha erről beszél, de beszél a Biblia erről. Azt mondja Pál apostol is a Korintusban, hogy vannak testiek, vannak lelkek. Bár ne lenne az előbbiből egy sem. De sajnos, hogy vannak. És látjuk itt az igéből is. A testi ember a király. Nagyképű, hitetlen, alázatoskodó ruháját leveti, és így meg úgy öltözködik. Nem ismerje el Isten hatalmát, nem fogadja el a próféta megbízását, amivel Isten bízta meg a szolgáját. Gyanakvó, mondjam úgy. Kétségbe ejtően beszél, kiábrándít, a pessimizmusa megingatja az embereket, nem tudják, hogy hova hajoljanak, mit tegyenek. Na, ilyen a testi ember. És azt mondja Pál apostol, hogy ha nem szólodok hozzátok, hogy mit lehet, mert még testiek vagytok, mert sem ezt nem tudjátok elhorrozni. Nem vagytok képesek. Nem tudjátok elfogadni, vagy nem tudtok építkezni belőle. Ott a feddésről, a fenyítésről van igazán szó. De beszél ez az ige szakasz, hogy vannak és legyenek minél többen Isten népe között lelki emberek.
hívő emberek, akinek van üzenete mindenki számára, mindenkivel kész szóbálni, még Naamánnal is, hogyha szolgáján keresztül is, ha nem is direkt módon. A királyhoz is van üzenete. A királyjal szemben is szeretne valamilyen dolgokat elérni, és felajánlja a segítségét. A legnagyobb, a leghatalmasabb prófétáról beszél. Annak a létezését igyekszik bevinni, hogy van próféta Izraelben. Van a prófétaság lelke. Van, akiről azt mondja Mózes, hogy prófétát támaszt majd nektek az Úr, olyan, mint ön a ráhallgassatok majd. Őt kövessétek. Ő utána menjetek. Annak a létezését igyekszik bizonyítani, akinél van megoldás, még az emberileg megoldhatatlannak látszó dolgokra is. Aztán egy másik dolog, amiről beszél Naamán gyógyulásának a története, hogy nagyon fontos szerepe van a hívő életben a bizonyságtételnek. A bizonyságtételnek. Olykor azt várjuk, hogy hát a lelki pásztor, hát tegye ő. Hát a szolgálattevők, a vezetőség. Hát akik meg vannak bízva, hát mondják ők, hát miért? Nem tudom mi úgy. Itt figyeljétek meg, hogy azt mondja, hogy egy egyszerű zsidó leányka. Az, aki bizonyságot tesz. Egy olyan láncszem ebben a tölden, ami ha hiányozna, akkor azt mondanám, hogy valami, tehát nem történt volna semmi. Figyeljetek meg, hogy fogolyként viszik el. Elszakítják édesanyjától, családjától, nem tudom hány éven, mert vannak, de azt mondják, hogy tinédzser lehetett. Figyeljetek, nem esik kétségbe, nem sajnáltatja magát, nem kíván átkot, nem szól átkot azokra, akik őt fogolyként hozták el Izraelből, hanem beszél arra a prófétára, akit ő ismer. Gyermekként már ismerte. És testvérem, ha valaki találkozott az Úr Jézus Krisztussal, létezhetetlen, ne tudjon róla beszélni. Olyan nincs. Bocsássatok meg, az mese, hogy az olyan ember nem tud bizonyságot tenni. Az nem állja meg a helyét. Ne haragudjatok, megérte, hogy ezt mondom így. Aztán a másik, ugye a legjelentéktelennek látszó szó is felkeltheti mások érdekét. Elmondja a leányka az egyszerű kis bizonyságtételét, hogy ha az én uram, a te férje találkozhatna azzal, akire én ismerek, hát megtörténne a csoda. És utána már azt találjuk, hogy már nálam azon a király, hogy mi hallottam egy ilyen dolgot, mi van ebben, mi ebben az igaz? Tudsz erről valamit? Pedig a feleségének mondta. A felesége tovább. És ő is ment tovább, tehát ennek a bizonyságtételnek a kapcsán indult el Naamán, egy vadvezér, egy fogolynak. Egy rabszolga leánykának a szavára indult el, testvéreim. Olykor azt mondjuk, hogy ennyi meg annyi iskolában áldja meg az önmizadokat. És nem tudunk elmondani egy talpra esett bizonyságtétel. Szívből. Elmondani, hogy ki az, akinek mi szolgálunk. Mit hiszünk mi róla? Hogy ismerjük mi őt tulajdonképpen? Ez a leányka elmondta. És itt kezdődik, hogy őszintén a bizonyságtétel nem az, hogy tanítást nyújtsunk, nagy dolgokat, kommentárokból innen-onnan hollózunk össze dolgokat, nem ez, hanem elmondom, hogy mit értem át, hogy ismerem azt, aki nekem Uram és Istenem, mit tapasztaltam meg vele, mit éltem át, átéléseimről, megtapasztalásaimról vele. Olykor arrébatodunk, hát mi gyengeik vagyunk, hát mi nem tudunk beszélni, de bármilyen hírt hallunk, azon, hogy hallottad, láttad, tudod? Azt mondott a Spurgeon, hogy ha fecsegésre adót vetné neki, nem lenne hiánya az államkincstárban. Fecsegni, hogy tudunk, híreket mondani, amit hallunk, továbbadjuk, megosszuk, és az Úr Jézusra ne tudnánk beszélni. Különösen, ha velünk az életünkbe beavatkozott, ha velünk valamit cselekedett, hogyha azzal te találkozol, tudjátok, olyan meggyőző ennek a leánykának a bizonyságtétel, azt mondja, kétség kívül meggyógyítaná. Biztos, százas, hogy meggyógyítana az én uramat, hogyha szembe talál, csak egyszer, ha találkoznának. Úgy szégyellem magam, amikor látom ezt a leánykát. Dévánkodunk meg, mernék is mondani, meg nem is, és nem merjük kimondani az embereknek az igazit, nehogy megbántsuk és megsérjük már az embereket. A bizonyságtétel nagyon fontos. Aztán a másik, hogy a hívő ember
az ellenségének is elmondja, ki az, akinek megismert. Nem csak a haveroknak, a barátoknak, a barátnőknek, a szomszédoknak, a rokonoknak, nem csak még az ellenségének is. Készek kell lennünk erre. Mert fájlalta a sorsát, látta, mivel ott szolgált a házában, látta az ő betegségét, az ő küszködését, és segítni szeretett volna rajta. És az Úrhoz küldi, rám mutat, őt emeli fel Isten, Izrael Istenét, akit a proféta képviselt, hogy ha ő vele találkozna, akkor az segíthetne rajta. És esetleg a bizonyságtétel még egy dolgot felemlítsek meg, az mindig őszinte gyermeki hitből kell fogadni. Azt mondja az ige, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmit éppen nem mertek be Istennek országába. Gyermeki hit. Hinni taníts, Uram. Kérni taníts. Gyermeki nagy hitet. Szoktuk énekelni. Olyan jól esik, amikor őszinte szívből mondhatom ezt el. A következő dolog, és hadd munkálja az Úr, hadd mondja tovább ezeket a gondolatokat a jelenlevő szívében. Beszélhet a történet az emberi elképzelések kudarcairól. Vannak dolgok, ami emberi, ami erőködés, ami kudarcra van ítélve, ami nem segíthet. Az első dolog a királyi ajánló levél. Olvassuk azt, hogy elment Naámon a királyod, de aztán semmi baj, írok én az ottani királynak, hogy elküldelek hozzá, és hát biztos őt fogja lenni az, aki segíteni tud majd rajta. És úgy azt fogalmaztam meg magam, hogy a magas szintű kapcsolatok, a száraz és üres diplomácia nem segít. Nem régen volt egy kedves ismerősöm az egyik szilárdsági gyülekezetben, rákos beteg volt. Az egészségügyi miniszter jó barátja volt, és azt mondja, Zoltán, megvonom, hogy minden el van intézve, biztos, hogy tudnak segíteni, és nem tudnak segíteni. Még az egészségügyi miniszter is. És ebbe bízom. Rájött, hogy ez nem működik. Kudarc, mondjam úgy ez. Aztán a földi gazdagságnak a csábítása. Elizeus nem csábította. Volt, akit igen. Elizeusnak a szolgája, Géházit. Annyi és annyi minden van, testvérem, ami kudarca van ítélve ebben a föld életben. Azt gondolja valaki, a pénze van, és vannak akik stb. Borzalmas dolgok, de gyermekeket tartanak jó, csak hogy a vérüket majd vegye és cserélje magában. Világvezetők. Nem akarok mondani neveket, mert már nem sokáig lehet az ilyen neveket anélkül mondani, hogy ne kerüljél bajba. Szomorú ez. Nem segítenek ezek hosszú távon. Aztán az elvárások kudarca. Az emberi elvárások, hogy én azt gondoltam, én úgy gondoltam. Nem az a kérdés, hogy mi úgy gondoljuk, hanem úgy gondolja Isten. Vannak, akik azt mondják, hogy hát, szoktam beszélgetni meg, tudja tiszteletes úr, én keresztény vagyok a maga módján. Hát Isten módján kell, nem a maga módján. A Biblia módján kell, nem az ilyen vagy olyan egyháznak a módján. Istennek a módján. Keresni őt, követni őt, hallgatni rá. Tehát az elvárások kudarca, az elképzelt forgatókönyv, működik, ahogy ő elgondolta magam, hogy majd kijön, hókusz-pókusz, gyere ide, végig simogatom, és majd rám teszi a kezét, meg stb. Hát mondd így, hát minek néz engemet? Tehát nem működnek ezek a dolgok. Aztán a világ nyújtotta lehetőségek is kudarca vannak itt, és azt mondja, ha nem jobban damaszkoznak a folyóvizé, abban a nepát, azok tiszta vízre, nem olyan, mint ez a mocskos, hát csupa iszap. Hát pont ebben? Hányszor és hányszor találkozunk hasonló gondolatokkal, amik kudarca vannak, emberi gondolatok kudarca vannak ízében. Most az emberi harag nagy haraggal felkel, nagy sebben rogol és elmegy. Igyekszik, hogy megy el. Azt mondja az ige Jakab levelében, hogy ember haragja nem mozdítja elő, nem segíti elő Istennek az igazságát. Nem munkálja, Károly így fordítja. Nem segít a mi haragunk, a mi indulatunk. Emberi, az egy gyülekezet felállt valaki, és elkezdte mondani, hogy így, meg úgy, hogy így kéne lenni, meg úgy, emberi, hogy neki azt a Szentlélek mondta. És igen, azt mondtam, hogy a Szentlélek nem így mondja, hogyha ő mondja. Nem így mondja. Az Isten Szentlélek semmit nem erőszakkal követel ki. Nem erőlet, nem. A munkája bennünk, az akarást is, és a végtelenséget is, hogy olvasod a végéből.
Aztán a következő dolog, amit ebben a, ennek a történetnek, ennek a gyógyulásnak a mondani valója, hogy az isteni utasítások vezetnek, mondjam úgy, eredményre. Azok hoznak megoldást az ember problémájára. A Jordán, mondjam úgy, megoldás a bűnbetegség, a Jordán folyója, a bűnnek való meghalás és az új életre való átkeresztés, hogy jelképezi, szimbolizálja. A halál és az új élet. Nem a nagy hűhó, nem a hókusz-pókuszok, meg erre, meg arra, meg ilyen, meg olyan dolgot, amiket látunk olykor, folyik még a csapból is. Nem azok segítenek, hanem az engedelmesség, az Isten szava iránti engedelmesség, az segít kiválólagosan. Az Úr Jézus halálába való belemerítkezés. Ha vele együtt meghaltunk, azt mondja az ige, vele együtt fogunk élni is, feltámadni és élni az Úr Jézus Krisztussal együtt. Aztán a szolgák feladata, figyeljétek meg, amikor ott vannak körülötte, Naamán körül a szolgáink, és amikor nagy felháborodva, felfosztódva, ahogy szoktuk mondhatnánk ilyen kifejezéssel is, mikor el akar menni, azt mondják, hogy atyám, hát hogyha valami nagy dolgot kér, hát nem tetted volna meg. Ez nem is olyan nagy dolog. Úgy kell azt mondani, hogy mikor hív az úr megtérés, hogy valljuk meg, mondjuk, hogy hát ilyen megalázó. Hát nem, az nagy dolog azt elmondani, hogy egyszer elkövettük. Szülőfalomban volt egy kedves hölgy, aki bejárt szegény minden egyházat. Most bocsássatok meg, míg a Jehova tanúinál is járt. És kereste a lelkének a nyugalmát, a békességét, kereste az üdvösséget. És végül eljött egy alkalommal, nagyon tisztátalan életet élt, meghalt a férjés után, össze-vissza élte az életét. És bejött egy alkalommal a demamiditánc, egy ilyesmi gyülekedett mindez. És lejutott a hátsó sorba. Végig potyogtak a könnyei. És a végén felállt, és azt mondja, én szeretném átadni az életemet az Úr Jézusnak. Megérte. Keresem, ezt keresem már mióta. És emlékszek, hogy mivel nem volt ott a faluban, mi is, amikor gyerekek voltunk, felnőttünk, és majd amikor könyörült az úr rajtunk, akkor vagy Micskén, vagy Margitán egy más gyülekezetben, ahol volt bemerítő medence, ott menjük ezt nyomjuk. És a faluban nem volt bemerítés a 30-as, 40-es évek óta. És azt mondtuk, volt még egy másik személy is, egy cigány férfi, aki az első volt a faluban, aki megtért, szülőfaluban van szó, és azt mondtuk, hogy megtartjuk ott az úrral. Hozattunk egy medencét, és elhívtunk egy fúzenekar, kiáltatott, fújtak, és jött az egész falu népe, szinte ott volt. És akkor felállt és bizonyságot, tehát elmondta, hogy milyen életet éltek, miből könnyes szemekkel mondta, hogy miből szabadított meg az, hogy tisztátalan élet volt az életet, paráználkodtak, és elkezdtek borogni az emberek. A faluból jöttek. És ugye minden kedden mentem a szülőfaluna bibliórára. Egyik alkalom, mivel mélyen be kell menni másfélről, mert volt, amikor láttam valakit, hogy megy lefele, tudtam, hogy kicsit a felvettem a kocsiba, levittem, és azt mondja, hogy az egyik többek között, hogy tudod azt, hogy mindent megérted, azt nem értem, hogy az azt mondja, hogy miért kellett azt kimondja? Hát miért kellett azt kimondja, hogy ő paláznál? Ott mindenki előtt. Mondom, figyelj, de igaz volt, vagy nem volt? Hát igaz volt. Mondom, tudta az egész való életet? Tudta. Hát akkor még újabb mondom. Hát akkor mi olyan nagy valami, hogy kimondtam, hogy én elismerem, hogy ez voltam, és ebből az Úr Jézus meg tud engem szabadítani. És ő bocsánatok meg, és új életet adott, és azóta is egyik leghűségesebb tagja annak a kis közösségnek. Áldja meg az Úr az életet. Felvállalni. Igen, ez voltam. Nem szégyelem, de most kimondani nem szégyelem. Visszaemlékszek, volt egy evangelizálási helyen, és egy fiatal leány, végén azt mondja, hogy szeretném már. Várjál, mondom, igen, nem legyen el senki, egy faluba volt. Hát de mondom, miért? Ismerít engem úgyis mindenki. Aztán nem azért, hogy nem kihallja, hogy legyek szabad. Ez a kérdés, hogy mit szeretnél, hogy szabad legyél, vagy pedig, hogy jaj, meg ne tudja valaki. Itt ebben a történetben is nagyon szépen kidolgozik a szolgálatnak a feladata. És aztán az Isten szava iránti engedelmesség, aminek a hatása bizonyítható, teljes gyógyulást hozó volt, mert erre vágyik minden embernek a lelke. És ez akkor fog megtörténni, amikor valami kész azt tenni, hogy Isten mond az ő igéje által.
nemrég történt, voltam az egyik helyen evangelizálni, és a végén egy hölgy azt mondja, hogy szeretne, hogyha megterhelődött a lelke. És amikor kimentünk imádkozni, Istenem az alkalom végén is, elmondtuk, hogy ha vannak, ami terheli, azt ki kell mondani. Azt mondja, hogy megvalljuk bűneinket. Ezt mondja a Biblia. Én is így kaptam, elmondtam. Azt mondja, el nem vagyok képes. El nem vagyok képes. Én elmondjam, hogy akkor mondok, tovább kell vigy a terhét. Akkor nem szabadul, hiába szeretne, csak így lehet. Ott marad még a helyi lelki pászor, nem tudom, mi lett a vége nekem. Tehát az isteni utasítások vezetnek, és adnak mondjam, hogy igazi eredmény, megoldás minden embernek a problémájára. A lelkünket terhelő, nyomasztó problémákra. És még egy dolgot hadd említsek, amiről beszél, az a történet Naamán gyógyulásának a története, a valódi gyógyulás következményeiről is beszél. Vannak látható jelei annak, hogy valóban gyógyulás történt a lelkében, vagy pedig se. Vannak látható jelei. Legelőször is Isten felismerése, Isten elismerése. Azt mondanám, hogy nincsen más Isten. Nincs olyan Isten, mint Elizeusnak az Istene. Tudjátok, ez a legfontosabb, hogy Isten mindenek fölé emeli az az ember, aki igazán átélte, megtapasztalta a bűneitől való szabadulást. Azt mondja, nincs még egy ilyen is. Nabukodonozor, hogy teszem magukra a Dániel könyve 3. részében, azt mondja, miután a három zsidó ifjú megszabadult, nincs még egy ilyen Isten, aki így megszabadíthatná. Olyan szép, ő egy pogány király, elismeri, és kihirdeti. Törvényerejű rendeletét, hogy mindenki kell félni ennek a három zsidó ifjúnak az Istenét. Nincs más Isten, aki így meg tudna szabadítani. Amikor valaki megszabadul, akkor azt mondja, hogy ez az igazi. Ez az, amire vágytam. És testvérem, ezt örömmel elmondani, erről bizonyságot tenni, ezt megvan, hogy nincs még olyan Isten. Azt mondja, Mikeáshoz, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi örökség a maradékának. Ha van még egy ilyen Isten? Nincsen. Olyan jó, olyan szép dolog, erről az Istenről bizonyságot. Aztán a hála gyümölcse, hogy nézd, fogadta el tőlem ezt, amit hoztam, pedig nagy összegekről volt szó. Több százezer euróba az érték, hogyha lefordítanánk a mai összegekbe, meg konvertibilizálnánk ezeket az összegeket. Azt mondja az Ésaiás könyve 50. részének 19. versében, hogy megteremtem ajkaikon a hálaadás gyümölcsét. Ez nem bennünk, de bennünk az elégedetlenség, meg az aggodalmaskodás, meg a terhetetlenség, amiért megharagudott Isten, azt terem, szoktuk is, hogy bennem bűn terem, de a hála gyümölcse, az nem bennünk terem. Isten teremti meg. Ő teremtette meg Ésaiás prófétát szívében is, és Naamán szívében is. És az olyan ember, aki megszabadult, adósnak érzi magát. Tudja, hogy tartozik. Emlékszem, amikor gyerekeink kicsik voltak, olyan helyen laktunk Margitán, ahol tehát volt ilyen veszélye, az aszmatikus megbetegedésnek, nedves helyen laktunk, és az ortopéd, az orvos, nem az ortopéd, hanem akkor erős orvos elküldött, hogy menjünk el Parajra sóványába, legalább évente egyszer, és ilyen kezelésekre nagyon jó fog tenni. És azt mondott, hogy ha lehet, menjünk el, mert nem tudunk kétszer menni, kétszer ajánlottam egy évben, akkor reggel menjünk le a legkorábban és a legutolsó buszjárattal jöjjünk fel. És a gyerekek kicsik voltak, játszottak a homokozóban, és egyik délután, mikor már csak majdnem mi voltunk, látom ott a homokozó valami fénylik. Leharul felhúzni egy nagy, vastag jegygyűrű. De nem 2-3 gramos, hanem 15-20 annyi, olyan vastag volt. Hát ott álltam egy darabig, néztem, hogy nem jön senki. És ebben azt mondja, a feleségét milyen jó, azt mondja, megvan a költségemnek a tényleg. Ha várják, ott fogják volna keresni. Másnap lemegyek, amikor lementünk oda, hogy jön, és mindjárt egy idősebb házaspár nézi, keresi, mutatja ott az ujján a helyét. A hölgy, egy román hölgy volt. És persze meg akartunk győződni, hogy ő az vagy se, és végig oda megyek, és tessék, ezt keresi. Azt mondják, hány mai gyitza, de egy Krisztus Dumnezeu.
odajön a férje, jó borgrámos arcú bácsika, ha a domnule, merjen, de szjárul a szobát, és ifácsikunk ezt. Bemegyünk szobánál, és borizunk egyet, eszünk, iszunk, nem probléma. Hát, mondom, baj van. Nem igen fogva este, máskor sem. Hát miért? Hívő vagyok. Ahogyan jártam azt. És azt történt, hogy láttad a gyerekeket, mondtam, hogy hogy történt az eset, és másnapra, hát akkor még kettő volt, a leánykának, meg a fiúkának, a leánykának vett egy gyönyörű hímzes blúzt, és a fiúkának pedig egy ilyen kis tréningzikót, felsővel, alsóval. Mert hálás volt. És úgy érezni, hogy valahogy ki kell fejezze a lábáját. Ez történik akkor, amikor valakit Jézus megszabadul a bűneiből. Azt mondja, megteremtem a hajkaikon. Érzi, hogy valamit hálából adnia kell. És ez történik Málnánál is. Persze, hogy ahogy említettem már, Elizeus nem fogadta el, de a hála ott kell legyen a hívő embernek, a megszabadult, a bűneiből meggyógyult embernek a szívében. Aztán a valódi gyógyulásnak egy másik következmény, hogy ki van zárva, hogy úgy éljen és azt tegye, amit addig és hogy addig élt. Nem lehet úgy, hogy én megtértem, de maradok az, meg élem úgy az életemet, hogy addig éltem. Ilyen nincs. Ott változás történik. Olyan határozottan hangzik, hogy a te szolgál többé nem fog állni az idegen Isteneknek. Amilyen határozott kürzengés volt a lelke a bizonyosan, hogy kétség nélkül, olyan határozott volt annak is a bizonyságtét, aki átélte azt, amiről a lányka beszélt. A biztos tudata annak, hogy igen, Isten gyere, hogy megvannak, bocsánat, hogy hát ki tudja, hát lehet, hát úgy gondolom, vagy talán, nem, biztosra, hol biztosra mondja, hogy többet nem fog szolgálni a te szolgálat, nem fog áldozni idegen Istenekre, tehát kizárva, csak az élő Isten meg fogok szolgálni. Van itt egy másik dolog is, azt mondja, de azt az egy dolgot bocsássa meg az én uram, hogyha amikor a király a karakra támaszkodik, és be kell vinnem Rimmon templomába, ami a talánok egyik főistene volt, azt mondja, ha én belegyek vele, és ott meghallok, azt mondja, bocsássa meg az. És gondolkodtam majd, hogy ez vajon mit akar nekünk mondani most új szövetségi hívőnek. Tudjátok, az ember tudta, hogy még védkezhet. Nem, hogy hoppá, hívő lettem! Egyből a menjünk. Nem úgy. Persze, egyből az Isten országának az a részese, de a természetünk nem változik. És tudjátok, alázattal mondom el, több mint 40 év vagyok az újjú gyermek. Az óemberem egy cseppet nem jobb most, mint akkor, amikor megtértem. Kitelne tőle minden gonoszság, minden bűn. Nem változott. Az óemberem nem fog megváltozni sose. Hanem azt mondja az ő is, hogy a test cselekedetem a lélekkel. Ez a harc, amire hív bennünket a Jóisten igéje. És itt dől el minden, hogy harcolok-e. Azért a testet nem táplálhatjuk a kívánságokra. Nem változunk. A vadállatok szerint lehet a régi természet, ahol nem változik. Csak nagyon fontos tudni. És az ember tudta, hogy még ha védjétek aztán, legyen az úr irgalma, legyen az úr kegyelmes hozzám, hogyha mégis védjétek fog. És számítottam, hogy még szüksége lesz Isten kegyelmi. És te is kell számítsd. Uram, légy kegyelmes, ha elmondom. Ne engedd, hogy ott maradjak, hanem légy kegyelmes, emelj fel engemet a manatom az elmatott valamelyet. És az Istentől való békességnek a jelenléte, egy utolsó következmény, amit említett, az, hogy eredj el békességgel. És biztos, hogy vele úgy ment el a lábán. És ez ma este is a kérdés. Nem az, hogy hogy jöttél ide. Hogy mész el. A szívedben azokkal a bűnökkel, amivel idejöttél, amit lehet ma este Isten rávelni, ez se jó, attól is lehetne szabadon itt az alkalom, vagy pedig elmenni új, vagy még jobban megterhelve, mint hogy idejöttél. Olyan jól, hogy a békességgel mehetnél el. Ez rajtad áll. Isten mindent megtett. Mozgósította a testvéreket, a bizonyságtevőket, az énekkart, a szolgálatokat. És ő ma is kész megcselekedni azt, amit megcselekedett Naaman életében, kész megtenett életében. És olykor el szoktam mondani, mikor Krasznán éltünk, volt egy szomszéd bácsink, aki ott lakott közvetlenül a lelkipásztor lakásban, Lazi bácsinak és Sánta csíkszeredai mérnök, mivel Székelyföldről kerültem, az azt mondta, hogy Székely vagyok. Azt mondja, hogy a szomszéd, utassuk meg ezeknek, hogy milyenek a jó Székelyek.
székelyek. Nem tudod, hogy én nem vagyok székely, habár egyik dédnagyapám székely volt. És imádkoztam mindig érte, nagyon keményen be volt, hogy mikor tudok neki bizonyságot tenni. És egyik alkalom belém kötött. Már mondom, itt az alkalom. Azt mondja, megmondtam Palkónak is, aki maga előtt tudott nekem, az ne bibliázzon, ne pélingessen itt engemet. Hagyjon engem békén, ott a bibliával. Már mondom, itt a jó lehetőség. Ladi bácsi, amiről maga nem akar hallani, nekem az megváltoztatta az életemet, és megtudja magáért is. A Biblia szava, Isten igéje. Az hozott változást az életedben is. A magáit is meg tudja változtatni. Lesütötte a fejét és hallgatott. És úgy szeretném, testem, hogyha megadnánk magunkat Isten igéjére. Szóval, Uram, neked igazad van. Erre van szükségem. Segíts vállalni. Nem könnyű emberinek. De nem lehetetlen. Végezz az Úr ezt el. Mindenkinek az eredet, amire szüksége van erre most, és kívánom a szívemből. Amen. 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 Kérjük az énekkar szolgálatát. Thank you.
Az Isten szavát, a megtisztulást, a bűntől való szabadulás lehetőségét, ő ezt kínálja nekünk. Köszönjük meg, és fogadjuk el ezt a felkívánt lehetőséget. Hagyjuk meg a fejünket, és egy néhány hangosan, rövid szavakban adjunk hálát, köszönjük az Úrhoz. Magasztalak téged, nem édes Atyánk, egy olyan alkalmért, amiben részesültünk. Köszönöm azt, hogy szerezd be minket, és tudod a mi fájdalmainkat és a mi betegségeinket, és elkészített a gyógyulási lehetőséget. Köszönöm, hogy én is részesültem, mert hallom neked az élet. Amen. Amen. Köszönjük, hogy letekintettél a magasságon meg, édesatyánk is, ilyen korszer, ilyen érdemtelen, de akiket mi vagyunk, elhívtál is, drága tesőket beállítottad a te munkádban. Köszönjük, hogy ilyen drága esét adtál ma nekünk is. Innen nyomkat készít bennünket való találkozásra. Köszönjük a megváltást. Köszönjük, hogy ez a megváltás tökéletes volt, mert a menny számára váltottál meg bennünket a drága bárhánynak a vérén. Áld meg szívünkbe drága ígédet, és azok szívében, akik még hallották ezeken az estéken, a fotelmén, a kerül gyümölcsöt a dicsőségedre. És áld meg drága szolgáit, akik fáradnak azon, hogy megváltják az emberek, és a te országod még terjed a föld, ami kegyelmet tart. Köszönjük, ilyen drága időket élünk, és ez a te áldásod, és köszönjük, hogy még készítsz nekünk áldásokat továbbra is. Amen. Amen. Úgyis én is áldalak ezért az estéért, áldalak szolgáért, az üzenetért. Köszönöm, Úr Jézus, hogy én is ismerhetlek tégedet is. Te lehetsz az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm, szabadítóm, barátom, akivel járhatom a földi utamat. Uram, imádkozom azért, hogy álljál meg bennünket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, hogy mindannyiunknak élő megváltónk lehessél, hogy majd a manapon szószólónk is lehessél az Atyánál, és mellettünk szólhassál akkor, amikor átmegyünk ebből az életből a túlvilágra, hogy behívhassál a országokba bennünket. Így kérlek valamit továbbra is az éjszaka csendjében is, az, hogy őrváltásról, őrváltásra rólad gondolkozzunk, és ezekről az ígékről, amiket ezen az este is hallottunk, és az eltávolszon a mi szívünkről a te ígét, hanem mélyen meggyükerezzen az életünkben, és gyümölcsöt teremhessen az örök életre. Amen. Amen. És nagyon hálás vagyok, ezért az estéért hálás. A szeretetedért és a te egyelmetért hálás vagyok az ígéret és annak üzenetért is, hogy szóltál hozzám is. Hálás vagyok azért, hogy gyermeked lehetek és hogy elfogadtál, hogy ott vagyok. Istenem, kérlek szépen segíts, hogy mindig téged tudalak képviselni. Hogy Jézusom segíts nekem, hogy akármilyen körülmények közt is vagyok, úgy mint a szolgáló lelni, tudod bizonságot tenni a többieknek. Istenem, én imádkozom azokért, akik nem ismernek téged. Uram, te örülmegyek, hogy vagy nekik hitos szíveket, hogy tudják elfogadni a te ígédet. Istenem, kérlek szépen segíts nekünk, hogy példát tudjuk tenni az ő számukra, Jézusom, és kérlek szépen azt, hogy mindent, amit teszünk, tegyük a teremre dicsőségére. Amen. Amen. Uram, szívünkből hiszük és valljuk azt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Köszönjük, Isten meg nem változik, aki az Elizeus életében, idejében és a Námán idejében Isten volt, az ugyanaz az Isten most is. Köszönjük, hogy meg is várhatunk tégedet, és Istenünk vagy nekünk majd Néger falván tárkány, és ott, ahol lakunk, mindenkinek a lakóhelyén. Segíts meg, hogy igénybe vegyük mindig azt a jó dolgot, amelyet kínál nekünk a Biblia, amelyet te ígéd, és azáltal életet nyerhetünk. Segíts meg, hogy ezeket a jó vitaminokat, az ígében, amiket ma este is kaptunk, azokat forgassuk az
életünkben, és ne térjünk el róla se jobbra, se balra, és akkor leszünk jó szerencsések, akkor fogunk boldogulni. Tanítsál minket ezekre. Amen. 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 Nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek ma este, hallgatták az ígét, imádkoztunk, énekelhettünk, együtt közeledhettünk Istenhez. A nagy kérdés az, hogy a lelkiekben meddig jutottam el. Mindig is foglalkoztatta az, amikor Naamán elment és eljutott Elizeus házának az ajtajáig. Sokan csak egy bizonyos pontig jutnak el. Szokásokig, pedig sokat befektetnek, mert eljött messziről, de csak odáig jutott el. És aztán tovább ment majd, mert segítettek. Mi meddig jutottunk? A megtisztulás, a bűnből való megtisztulás megtörtént már. Megtörtént már a lelki megújulás, megtérés, újjászületés. Ez a kérdés. Ez a legfontosabb. Ezt kell eldönteni, hogy igen, ezt akarom az életemben. És tegyünk lépéseket ennek érdekében. Csak topogjunk egy helybe, ne csak nézelődjünk széjjel, itt is jó, ott is, ez is tetszik, az is tetszik, hanem megtörtént, aminek meg kell történni az életünkben. A Jóisten segítsen erre bennünket. Visszavárjuk holnap is a kedves testvéreket, jelenlevőket, holnap este is 6 órakor kezdjük itt összejövetelünket. Szabó László testvér fogja az igét hirdetni itt ezen a helyen. Jöjjünk el, imádkozzunk ezért az alkalomért, és hívunk és várunk szeretettel mindenkit. Köszönjük kis testvérnek is, hogy eljött. Küldjük szeretetteljes köszöntésünket a családnak, a diószegi gyülekezetnek, a körzetnek. Várjuk vissza a testvérünket már még. Köszönjük szépen a fenesi testvéreknek is, hogy eljöttek szolgálni. Van, aki már másodjára, mert az este az Ászáf is itt volt, és örülünk. Félretettétek a szombati feladatokat, és el tudtatok jönni az Úr áldja meg. Szeretném hirdetni, hogy holnap este 5 órától felesen is lesz egy ilyen evangelizáló összejövetel. Ott a nagyváradi fugurzenekar fog szolgálni, és Sallai Jakab lelkipásztor testvér Aradról. Akik oda vágynak, vagy oda tudnak elmenni, ott is az ige lesz hirdetve, az evangélium, és oda is lehet menni, ott is lehet szolgálni. Jóisten, mi is ott leszünk az elején egy kicsit, aztán itt fejezzük be az összejövetelt. Befejező éneket fogunk énekelni, majd a végén az énekeseket kérjük, hogy ne siessenek el, mert a helyiek készítettek egy kis aratni való. Azt nem kell itt hagyni hónapra, mert megszállunk. Énekelünk, és majd kis testvér imájával zárjuk a szépen. 477-es énekünk, meg vagy a tisztulva, újjá lettél, tiszta vagy Jézus vér által. 477. Álljunk fel is. Vissza volt Jézus féle által.
tudjuk, hogy adsz itt a Földön lehetőséget megszabadulni, letenni ezeket a dolgokat, megmosódni, amiről énekeltünk is. Köszönjük, Urunk, a bizonyságtételeket, amik eljutottak hozzánk, amit mások hallottak, biztosították a számunk. És köszönjük, Urunk, hogy hittünk neked, hihetünk neked, ráállhatunk a te ígédre. Kérünk, Atyánk, hogy újítsd meg a mi hitünket, a mi odaszállásunkat, a mi bizonyságtételünket. Hogy higgyünk benned, higgyünk neked, Urunk, és legyen meggyőző, mint volt annak a zsidó leánykának. Újítsd meg, Uram, népedet, itt, ebben a faluban is, és ott, ahol mi élünk is. És áldj meg, Uram, bennünket, hogy élő bizonyságtevővé váljunk, akik elmondjuk alázattal, őszintén, egyenesen és egyszerűen a lehetőségét a gyógyulásnak és a megtisztulásnak. Áld meg, Uram, egy gyülekezet minden tagját, lelki pásztorát, szolgálaterőit, a vendégeket, Uram, és segíts eldönteni, csak ugyan mérlegen, hogy hol vagyunk, mennyire jutottunk, és hova szeretnénk elérkezni. És munkáld bennünk, Urunk, azt, ami üdvös mindegyikünk életében. Végezetül az Úr Jézus kegyelme, a mennyei Atya szeretet és a Szentlélek kimondhatatlan közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal most és örökre. Amen. Amen.